Szervusztok, srácok! Most meg fogjuk nézni az 1.9-es frissítést a Vampire Survivors-hoz. Szerintem a legérdekesebb dolog itt most az, hogy említést tettek arról, hogy hamarosan érkezik a cross-save Steam és Android között. Nem tudom, hogy az iOS-en játszóknak mi lesz a helyzet ezzel kapcsolatban, ezt még így nem olvastam el. De hogy össze lehet kötni majd az accountokat. Bizony. És így tudod a telefonodon is nyomni azt a mentésed, ami a gépen van, ott van. Ott így összekötöd, összelinkeled, és királyság lesz. Úgyhogy ja, ez nagyon jó. De térjünk vissza az 1.9-hez. Jött egy új pálya. Szintén az űrbe fogunk egyébként elmenni, mint az Among Us-os DLC-vel, és ez is egy ilyen űrös pálya lesz, ilyen kis fura lényekkel. Ott az egyik új karakter, amit látok, ha minden igaz, akkor ő itt a Space Dude. Őt úgy tudjuk megszerezni, hogyha az új pályán 20 percig túlélünk, és az új fegyverrel, a Phaserrel kezd. A Phasernek, tehát hogy 4 új fegyver jött, ugye? És a Phaser az egyik, ami annál a karakternél van. És az egyik új karakter az pedig az. És ugye a Phasernek lesz majd egy evolve-ja, illetve a másik fegyver, ami megszerezhető, az pedig úgy szerezhető meg, hogyha... Hogy is van? Mindjárt mondom. 161.616 denevért legyőztök. Úgyhogy... Igen, az kell az egyik fegyver állokkolásához. A másik karakter, aki nem a Space Dude, hanem a másik karakter, az pedig úgy oldható fel, hogyha azt a denevéres fegyvert evolvaljátok. Úgyhogy ilyen denevéres, űrös fegyverek, karakterek jöttek most, meg ugye plusz egy relikvia, és az a relikvia azt teszi amúgy lehetővé, hogy... random válasz neked, amikor level up van. Itt van. Random level up choice, tehát igazából elkezd, tehát hogy kiválasztod a stage selectionnél, hogy te ezzel a Brave Story-val akarsz játszani, és akkor random válasz neked. Tehát ez egy plusz nehezítés, hogy így nem, tehát hogy nem neked kell random kiválasztanod, hogy éppen mit akarsz fejleszteni, hanem a játék választ helyetted. Nézzük, van-e még itt valami, amiről esetleg nem beszéltem. Bonus stage, új karakter, 4 új fegyver, relikvia. Igazából ennyi. És 8 új achievement. 7 extra achievement, de az valójában 8 amúgy. De lehet, hogy az egyik nem extra. Ez egy nagyon jó kérdés. Extra, 4 extra, hát akkor nem is értem, az van odaírva, hogy 7, de amúgy ott meg azt írják, hogy 8. Ja, Atlas Gate az Adventure Update-ból. Oké. Na mindegy. Kontroller bekötve, beizítva, nézzük, hogy megvan-e nekünk a 161.616 denevérülés, erre nagyon kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy ezt ma sikerül összehozni. Sok fejlesztés örömére szeretnék-e kisorsolni egy Vampire Survivors-t? Hopp, na egy achievement már poppolt is, srácok. Már poppolt is. A taumaturgéval mikor fogok játszani? Nem tudom, hogy mikor, de egyébként már itt... Be van egyébként gyűjtve, be is állítottam már egyébként a játékot, szóval még nem tudom. Szóval popolt egy achievement, hogy megszerezzük az Atlas Gate-et a boss rush-ból. Ja, ez megvan. Oké. Hát én sorsolatok, hogyha arról van szó, de nyugodtan tedd be egyébként a chatreszkot, ilyen trükkös módszerrel, és akkor úgy igazából meg is van, hogyha neked az megfelel természetesen. Igen,
bestiárium, és akkor azt kell megnézzük, hogy szerintetek ők azok? Szerintem ők azok. 161.616 és 141.000-nél járunk. Na. Azt mondja, hogy a Mad Forest és a Gallo Tavern vannak denevérek. Hát, akkor én azt mondom, hogy bemegyünk oda, hogy Secret, nem. Oda megyünk, hogy Collection, nem. Hova megyünk be? Oda megyünk be, hogy Power Up. Igen, az az, amit kerestem. És akkor kikérjük a Curse-t, beaktiváljuk. Kikérjük a Charm-ot, beaktiváljuk. Így jönnek nagyon-nagyon sokan. És ott a Space Dude. És a Bat Robert. És Sigmával amúgy jó. Én csak sok denevért akarok megölni. Legyen a Gallo Tavern amúgy. Legyen a Gallo Tavern. Szóval én most csak sok denevért akarok megölni, minél többet. Úgyhogy ez a terv egyelőre. Na ez jó. Ez jó. Jó, akár Endless is lehet. Vagy ne legyen Endless? Ne legyen. Legyen Random Event. Na, azt mondja, hogy már is választunk valamit, a Beginning az szerintem jó. Végre jöttek új Steam acsik, az új DLC-vel nem jött egy sem. Ja, mert nem akarták, hogy ugye ne tudják az emberek 100%-olni a játékot, hogyha nincs meg a DLC. És ugye DLC achievementeket meg nem akarnak, mert nincs megcsinálva úgy a Steam-en az achievement rendszer, mint a PS-en a trófeák, hogy DLC-hez is lehet külön. Ja, de ez ilyen collab DLC az Among Us-os, és ezt direkt nem akarták, mert hogyha mondjuk egy év múlva az Among Us azt mondja, hogy most már akkor ők nem akarják ezt, akkor érted? Akkor ne legyen már megszerezhetetlen a dolog. Ez a Blood Astronomy, ez amúgy nagyon tetszett. Jesus. Úgyhogy én azt olvastam, hogy ők azt szeretnék igazán, hogy ne a fő játékhoz tartozzanak a DLC és achievementek, hanem külön a DLC-hez megszerezhetőek legyenek, az lenne az igazán király. Teregjenek a szvegek, srácok. Spinnernek. Köszi szépen a 33 hónapot. Na, legyenek robbanások. Ó, a Zsubilit, azt nagyon szeretjük. Üdv mindenkinek egyébként, sziasztok. Szervusz, Akvila, szia, Natasa, Grészen, Zakika, Ádám, K, Goákulum, Spinner, Rizsifri. Lulululululu. Aki esetleg mostanság érkezett, annak mondom, hogy jelenleg próbáljuk összehozni a 161.000 denevérülést. Tényleg akartam kérdezni, jó, hogy látlakja, jó? Neked megoldódott-e az internet problémád? Annyit néztelek ki, hogy tegnap beszereztem én is a Last Epoch-ot, és kezdtem is egy nekrót, komolyan. Na, jó szórakozást.
A Necro az chilles gameplayt biztosít. Az biztos. Na és mi volt nálatok a megoldása, jó? Szia, Szemez, szervusz, Ashen van, üdv mindenkinek, szervusz, Hand B. Nem tudom, hogy mikor jön pontosan a sok denevél, de eddig egyet sem látok. Valamikor csak fognak, ja. Én is ebbe bízom. Ez a Sigma, ez az Ultimate gyilkológép. Azért hoztam most már. Mert igazából csak állokolni akarunk egy új karaktert. Távolsági hard reset, havernál modem csere, párom kollégájának is modem csere. Aha. Nálam sajna nem volt jó amúgy a modem csere, képzeld. Nálam egyelőre az a megoldás, hogy leúsztam egy gépet a modemről, mert ez most mi? Mert hogy túl sok volt a kapcsolat. Nem tud annyi kapcsolatot kezelni ez az új modem, mint a régi. Úgyhogy majd azzal akarok foglalkozni, csak így, hát majd hétvégén. Azt nem tudom egyébként, hogy azt még meg kell érdeklődjem, hogy ha üzleti netet kötetnék be, akkor vajon ahhoz ugyanaz a modem lenne, mert ha igen, akkor azzal nem lennék előrébb. Amúgy a Wi-Fi 6 promo az tényleg amúgy, az amúgy nagyon ott van, tehát hogy az, hogy 1,6 gigabittel például tud sűvíteni az internet, az amúgy nagyon zsír. Csak mindemellett, hogyha nem bír annyi kapcsolatot, akkor az meg, hát most jó, oké, hogyha van egy laptopod, meg egy telefonod, akkor lehet, hogy nem gond. De hogyha több eszközöd van, akkor annál már nem garantált, hogy az bírni fogja a modem. Szériaiban? Hát nem tudom amúgy, hogy ez most mi? Hát hogy... Nem tudom. Tehát hogy lehet, hogy kevés benne a RAM. Lehet, hogy hibás. Lehet, hogy csak egyszerűen betelik a connection table-je, vagy nem tudom. Hát jó, csak egy otthoni netnél szerintem, hogyha azt nézzük, hogy otthoni nethez adnak egy ilyen egy modemet, akkor így tudják azt mondani, hogy igazából, hogyha van egy géped, vagy pár telefonod, akkor annál ez a hiba nem jön elő. Így a legnehezebb megcsinálni az achievementet, hogyha nem jön a denevér. Ne is mondd, Szemánz! Ne is mondd! Negyedik perc van, az még mindig nincs. Még mindig nincs denevér. Hol vannak a denevérek? Cool. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 81 hónapos támogatásodat.
Na, amúgy ez jöhet. Ha leenszik. Na, ezt szeretem, srácok. Dirdur, halnak. Esik az XP, már csak a denevérek kellenének. Telekomnál vagyok, és ez az új... Fú, mindjárt mondom, hogy mi? Egy pillanat. FGA 22-35. Na, amúgy megnézzük a pentát is. A penta is nagyon jó, ezzel az árkánával. Az helyzet, én még mindig nem látom a denevéreket, lehet, hogy az első pályára kellett volna menni. Ja, mert ez most új eszköz, nekünk előtte az a valami faszt akármi volt. Azzal nem volt ilyen gond. Azt hiszem sikerült szintet lépnünk. Csak az a gond ezzel a szituációval, hogy nincs rá alternatíva. Tehát nem tudom azt mondani a Telekomnak, hogy léci, nekem ez az eszköz, ez nem működik megfelelően, léci a másikat, az jó volt. Tehát, hogy engem nem érdekel, hogy a Wi-Fi-n 1,6 gigabittel menne a letöltés, tehát az annyira nem hoz lázba, inkább szeretném a stabilabb internetet. Mi a pontos panasz? Hát az a pontos panaszom, hogyha minden eszközöm aktívan rá van, tehát hogy a 15 eszköz mindegyik rajta van, és mindegyik éppen generál kapcsolatot, akkor így hát nem bírja, és a meglevő kapcsolatok azok működnek, viszont új az így nem jön létre, és 20 másodperc után timeout-ol a böngésző is, meg minden is. Még a router oldala se tölt be. Jó, ez az aranyláz, ez már. Legyünk gazdagok. Hát, nem kellenek a puskák. Szerintetek, ha már lehetne evolválni egyet. Igen, amúgy ezen egyébként elgondolkodtam apotek, hogy egy saját router, és akkor ő lenne az, aki felcsatlakozna a hálózatra, és akkor nem a
modern kezelni a kapcsolatokat, pedig azon is amúgy átfolyna, nem tudom amúgy. Nem tudom, hogy ez így most hogy működik. Szóval amúgy ezen elgondolkodtam, hogy most ezért vegyek egy routert, hogy így leteszteljem, mert hogy ami volt routerem, azt jól tönkötettem. mert hogy rosszul dugtam rá, hogy hozzáférjek, hát a fejlesztői kineken keresztül a router, ez csak fordítva dugtam rá a kábelt, és kicsit megsült a memóriája. és szóval elgondolkodtam ezen, igen, hogy routerrel lehet, hogy áthidalnám ezt a problémát. Na nézzük. Candy boxos. Szóval nem tudom, hogy ha lenne saját router, akkor például megoldaná ezt a sok kapcsolatot nem tud kezelni a modem problémát. Nem tudom. Most éppen puskázni fogok az árkenek, nem elfelejtettem, hogy az én árkenem, amit nagyon szeretek, ahhoz miket tudok kivenni. Azt hiszem hagyma? A hagyma is jó lehet, nem? Aha, a Song of Manát lenne érdemes kivegyük. Pláne erre a pályára. Ja, és amúgy megnéztem a logokat a modembe, és két hiba üzenetet dobott. Az egyik az, hogy a hálózat elérhetetlen, amikor megtörténik ez a probléma. A másik pedig, már nem emlékszem mi volt, de semmi nem utal arra, hogy gond lenne. Ebbe sincs hiba volt. Hát most nagyon halnak amúgy a mobok, már 70 ezernél járunk. A pénzünk is szépen gyűlik, csak denevéreket nem látunk. Kína az, ami így összerántja. Amúgy akár ez is lát. Ez, hogy damage-eljük a környezetünkbe levőeket. Az kéne, hogy összerántsuk a stage itemeket. És akkor fölvesszük ezt is. Azt is. Bevesszük azt is, meg azt is. Most már csak látni kéne, hogy hol vannak a guardianok. Már annyira villog, hogy már nem látom, mi van. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Nagyon jó lenne amúgy a pentagramnak az evolve-ja, meg amúgy nagyon jó lenne egy csomó evolve. Aha, ott már van két tojás, tehát nagyon, nagyon durva a sebzésünk, srácok. Két guardian már meghalt, három guardian meghalt. Mindjárt jön a negyedik guardian is meghalt. Megoldaná, én például a gyári modemben nem is használom a wifi-t, modemből megy a net a switchbe, onnan meg három darab wifi 6-os routerben. Hát akkor lehet, hogy teszek majd egy ilyen próbát egyébként. Mert azt láttam, hogy van arra lehetőség, hogy a modemben azt tudom mondani, hogy átengedje ugye azt a kapcsolatot, vagy POL, nem tudom. Van ilyen pass-through módján. Remélem, hogy denevérek is halnak egyébként. Én megijesztem, hogy 141 ezer denevérülésünk volt.
Hát akkor amúgy lehet, hogy ez, az, ez lesz a megoldás, srácok. Evolve. Hát a Twitch bitrátának nagyon durván oda tesz egyébként. Bronz újak, arany újak. Demon finger, cosmic finger. 5000-es kozmikus finger, kaptunk is tapsot. Ez amúgy nem tudom mire triggerelődött egyébként. Elmondásod alapján nekem ez erőforrás hiánynak tűnik, alapból nagyon kevés RAM és gyenge proci van ezekbe, és ez a saját firmware biztosan jó optimalizált mellé. Hát azt néztem, hogy 80%-on van a memória. És én is úgy érzem, hogy valami betelhet amúgy a routerem, hogyha nem tudja kezelni a kapcsolatokat. Igen. Nem látom amúgy továbbra se a denevéreket, de lehet, hogy csak éppen nem figyeltem. Haló, nem volt epilepszia warning, mielőtt a streambe kattintottam volna. Amúgy ez a Twitch hibája. A Twitch nem tesz lehetővé ilyet, hogy benyomják nektek, hogy vigyázz, epilepszia. Vagy miért nem figyelmeztet a Twitch a játék kategóriája alapján? Hogy vigyázz, epilepszia a veszély. Amúgy igen, a játék indításakor volt ilyen warning, de hát aki éppen közbe lép be, hát az nem tudhatja. Ja, én most azért nem értettem, mármint hogy azért nem vágom ezt a dolgot, hogy most ha lesz egy router, ami router funkciót látnál itt, és ugye átengedné a modemnek ezt a routingos feladatot, hogy attól függetlenül a kapcsolatok átmennek rajta, de nem vágom amúgy ezt ennyire, és azért nem voltam ebből biztos, hogy ez úgy most azt a rohadt. Ez 3 Evolve. Ebben 3 Evolve van. Nem tudom, hogy most lefele vagy fölfele kéne meginduljak. Na jó, most már tényleg nem látszódik semmi a képernyőn. Szóval alapvetően egy átlag háztartásban szerintem nem jön elő ez a probléma. Azért is nincs sok visszajelzés amúgy ezzel kapcsolatban náluk. Azért akarom majd megtudakolni, hogy így az üzleti net mellé mi jár. Azt hiszem amúgy, hogyha valamelyik irányba elindulok, vagy le, vagy föl, akkor változik, hogy milyen elemik jönnek. Valami ilyesmi rémlik. Kétszeres ár. Azt néztem, hogy 15 000 lenne a 2 gigabit. Hát meg ott ugye magasabb rendelkezésre állást kell biztosítani. Na így, bekerültem egy végtelen hirdetés bugba, az ötödik félperceset nézem, így hagyom a stream végéig és lapátolom a 2 centeseket. Nagyon helyes. Úgy kell csinálni enkon, hogy mehet a végtelen hirdetés loop, az háttérbe, másik tabba pedig mehet a stream maga.
most az van amúgy, hogy most 16 percig, most még 16 percig elvileg denevéreket ölünk. Gyakorlatilag majd nem látok denevéreket. De legalább gyűlik a pénz. Hát én a kijelzőből látom azt a kis piros csíkot néha, meg hogy hova megy a pénz, és az vagyok amúgy én. Néha megjelenik egy kis piros csík középen, meg azt lehet látni, hogy így a pénzek azok így belemennek a karakterbe. Néha megjelenik a galaxis. Lehet amúgy fölfele kellett volna menni, mert itt nincs változás. Ugyanazok a mobok vannak. Te látod, hogy milyen mobok vannak? Igen, ilyen szárnyas emberek. Szárnyas emberek jönnek felém nagyon. Igen, ez egy hipnotizáló rán arra próbál titeket ösztökélni, hogy fizessetek elő. De eddig ez nem működik jól, szóval lehet, hogy másik pályára kell átmenjek. Na, most ilyen mágusok vannak amúgy a kijelzőn. Sok fagyott mágus. Meg közben kering körülöttünk a Szaturnusz, meg talán az Uránusz is. Mondom amúgy közben, hogy 286 ezer ellenséget már elpusztítottunk. Ha jól tudom, amúgy pont ezen a pályán van az, hogyha nagyon lemegyünk, akkor meg tudunk ölni egy különleges boss-t, a Lédát, vagy valami elbetűset, és egyre sötétebb lesz a képernyőn, de hát itt már ugye nem lesz sötétebb, mert hogy itt minden világos. Na most valami kukacok jöttek be amúgy. Hát a cross-save hogyan működik? Hát elvileg lesz egy accountod, amihez hozzá tudod csatolni a Steam-es játékot, meg az androidosat is. És hogyha ez megtörténik, akkor így választasz, hogy melyik mentésedet akarod tovább játszani, hogyha jól értettem. De nem olvastam el amúgy teljesen a kis fakut, de hogyha megnyitod a patch notes-ot a Steam-en, akkor ott van egy link, amin ezt részletesen leírják. Egyre vörösebb? Nekem azért, mert hogy egyre feketébb, de amúgy lehet, hogy vörösebb. Ha már 300.000 mobnál járunk, a karakterünk 438-as szintű. És 240.000 pénzünk van. És még mindig csontkukacok vannak. Remélem, egy darab denevért nem öltünk amúgy. Szerintem a 20. percnél ki fogok lépni.
Vagy várjuk meg a végét. Én nem tudom. Szerintetek érdemes lenne, hogy megvárjuk a végét? Ha ott voltam, hogy egy finger. A fingert felvettük, és attól kezdett el számolni. Demon finger! Most már fusson végig ez a VGA RAM teszt. Sokat segített, hogy 460 p-ről 1080 p-re visszaraktad a streamet. Nem megyünk elég gyorsan lefele, szerintem az a gond. Még jobban, még gyorsabban. Még vadabban. Azt nem tudom amúgy, hogy megyünk-e lefele egyáltalán. Hát, amúgy úgy néz ki, mintha mennék lefelé. Lassan 400 000 megölt mobnál járunk. Még egy utolsó gondolat. Szösszenet az üzleti csomaghoz, ugyan nincsen vele tapasztalatom, de nem vagyok benne biztos, hogy más eszköz biztosítanak ilyenkor számodra. Minden cég is csak modemként használja a szolgáltatós eszközt, és a többit a saját eszközei kezelik, de az üzletének inkább a stabilitása és a kiemelt kapcsolata, amiért neked jobb lát. Aha. Hát az a helyzet, hogy a stabilitással, meg a rendelkezésre állással amúgy azzal nincsen gond. Tehát, hogy az... Tehát az amúgy rohadt jó. Amúgy én azt látom, hogy egyre sötétebb van lent. Itt, hogyha sötétebb lenne a képernyő széle. Szóval szerintem jó irányba haladunk. Az a gond, hogy nem látom a denevéreket. Hát én annyit látok, hogy sötét van a karakterem körül, tehát az irány akkor jó ezek szerint. Azért gondoltam, hogy elindulunk lefele, mert tőlem valamelyik karakter eltűnt a mentésemről. Vagy a vörös hal eltűnt el, vagy a léda. Vagy nem tudom, hogy hívják. Tudjátok, az a gömb. Aha, most már nagyon durván sötét van, srácok. Hát most már egyértelműen látszik, hogy sötét van. Göm karakter a léda? Ja, nekem azt tűnt. Szerintem azt tűnt el. Emlékszem, amikor a vörös halált még úgy kellett megölni, hogy fél percet kivártál egy pályán, megjelent, felszedted az összes XP-t, és megölted úgy, hogy beakasztottad. Micsoda idők voltak azok!
A Vampire Survivors aranykora volt az. Lefele kell menni a kastélyba, ha az agyat akarod megszerezni, akarom mondani, nagyon sokat kell lefele menni. Szevasz, Xedot, igen, igen, azt akarom megszerezni, mert azt hiszem, hogy azt tűnt el nekem, és amúgy szerintem jó irányba megyünk, mert tehát, hogy mert tényleg csak a karakter körül van fény. Hoppá, nyomtam egy skipet. A hipnózis bejött, csak kicsit régebben. Köszi szépen a 9 hónapot. Hát nem tudom, hogy ebből mi bármit is fogunk elállni, srácok, szerintem nem. Tényleg abba bízom, hogy 5 perc múlva, 5 perc múlva a 141 ezer denevérölésről lesz 200 ezer. De nem lesz ilyen, szerintem megölünk 1000 denevért, vagy valami ilyesmi. Vagy egy darabot sem. Az az a legdurvább, hogyha egy darab denevért nem ölünk meg. Mert akkor... hopp. Srácok, valami történt. Kisütött a nap. Ezek szerint meghalt Léda. Ez azt jelenti. Ha kisüt a nap, az azt jelenti, hogy meghalt Léda. Mármint emlékeim szerint ez azt jelenti. Na, majdnem 400 ezeret összeszedtünk amúgy. Na most ilyen koponyák vannak, kis piros koponyákok. És hol vannak a denevérek? Ez full kamu. Ez full kamu, srácok. Hogy ezen a pályán vannak denevérek. Most elvileg valakiket ölünk. Elvileg valakiket nagyon ölünk. És elvileg még lefele is megyünk, csak most beakadtam például. Na hát, 3,5 perc és kiderül a múlt, srácok. Majdnem 700-as szintűek vagyunk. Ami nagyon soknak mondhatom, mert általában egy karakter ilyen 100 akárhányas szintig megy. De ez a Sigma, ez kegyetlen. Amúgy lehet, hogy a denevéreket úgy megöltük, hogy meg se tudtak jelenni a képernyőn. Azért is gondoltam, hogy az utolsó 2 percet lehet, hogy végig kéne nyomjuk. Mert akkor aztán nagyon sokan jönnek, meg nagyon minden is jön. És nagyon sok XP-t adnak. A májtom az 815%-os, tehát hogy brutálisan erősek vagyunk. Az XP gyűjtés, az pedig ott van alattam, az meg 760%-os. Azért fejlődünk ilyen jól. Viszont sajnos a pénz az már nem jön olyan jól. Igen, egy láda sajna ott maradt, de ide húzta nekem az árkana. Az a nagy szerencsém van.
Üdvözlő mindenkinek, srácok, Hali Hali. Sok minden látszódik? Fontos dolgok azok látszódnak, például, hogy 10 000 pénzt szedtünk most össze az aranylázzal. 10 000. Így van, a legjobb passzív item az empty tomb. Tehát a cooldown az gyakorlatilag mindenhez is nagyon jó. Na most megjöttek a csontkutacok. Hát a csontkukacok már nem nagyon akarnak halni. Van egy ilyen problémám. Hú, most itt most már nagyon elborult, srácok, a kijelző. Most itt már minden nagyon van. 800-as szint is közben megvan, azt nézzétek, hogy kaptuk a szinteket. Itt van, kaptunk 30 szintet. Csak mondom amúgy, régebben ilyenkor akadozott a játék, de most semmi gond nincs. Na, 30 perc van. Elértük a 30 percet. És megöljük a halált, jó? Elvileg ott van jobbra. Most nem tudom, hogy hol van. Szerintem meghalt. Nagyon zoomol befele a dolog. Na hát ez nagyon jó volt most. Jó, sikerült, és találtunk 5 Goldfingert is. Tehát 2 achievementet is megszereztünk. Hát ez nagyszerű. Ez nagyszerű. Tehát igazából voltak denevérek. Mi? Hogy mi? De hát csak 8000-et öltünk meg. Én most valamit elnéztem. Defeat total 161616. Na várjál, biztos... Ja. Ja, de hát biztos 8 féle denevér van. Hát hogyha azt nézzük, akkor így megvan. Már amúgy ezzel is megvan, a 161616. Jó. Akkor jó. Mi a pontos sztori ezzel a cross-szével? Én sokat játszottam vele annak idején, szívesen megvenném Switch-re, hát lehet vinni a mentést. Nem, egyelőre csak a Steam és az Android között van, mármint hogy ott lesz majd valami, legalábbis egyelőre. Jó. Tehát van egy unlockunk. Van egy unlockunk, hogy ugye unlockoltuk az új pályát, és unlockoltunk egy itemet, igen. Tehát 5 Goldfinger az megvan. Az volt az új pálya, jó. Ezt most itt jelölöm magamnak, csak hogy meglegyen. Össze kell szedni 161 000 denevérülést, nagyon jó. És szerezzük meg az Atlas gate-et a bosszrásból. Jó. Ja, de nem volt meg a 161 000, tehát ez most lett meg nekem. Most lehet meg nekem, mert néztem, hogy 141 000 volt itt, ezt mondjuk nem is néztem. Tényleg nem tudom, hogy hány denevérem lát. Vagy hogy hány denevér lát a játékba. Például valószínűleg ezek is beleszámítanak, szóval valószínűleg akkor nem is kellett volna lenyomni.
Nem baj, a Goldfinger miatt most már én azt mondom, hogy ez megértem. Ez nem tudom mi lehet, srácok. Na. Ott van amúgy a vörös halál, és ott van a léda is. Akkor nem tudom ez mi lehet. Valamilyen achievementem nincs meg. Mányit, hogy valamilyen karakterem nincs meg. Ja, és új karakter sincs, ameddig nem evolvolom az új fegyvert. Jó. És akkor az új fegyver evolvja akkor lesz meg, hogyha a Halo Heartot és a fegyvert evolvolom. Jó. Na, akkor most ezt kell összeszedjük. Tehát kell az új fegyver. Szerintem Trouserrel jó lesz amúgy. És menjünk az új pályára, jó? Na, ez új zene. Ha látjátok esetleg, hogy hol van, nyugodtan szóljatok, mert én nem látom. Nincs itt. Az a neve, hogy Paco Battaglier. Nincs itt. De az hogy? Igen. Paco Battaglier. Nem látom. Jó, akkor hozunk Victory Swordot. Hát ez szívás. Egy hete nyomva ezt a gémet. Azt kell mondom, hogy zseniális. De a karakternek az alapfegyvere, de csak úgy tudod állokkolni a karaktert, a Bat Robert, hogyha evolvold a Paco Battagliert. Na jó, hát akkor felveszük a Phasert. Itt az új fegyver. Random fogja dobni? Remélem, igen. Kihozzuk a toronát, csak hogy tudjunk majd evolválni idővel. Amúgy önmagában ez a Phaser is erős lehet. Azt nézem. Milyen kis izékacsák jönnek itt. Lehet, hogy kéne menjünk az Empty Tombhoz amúgy. Itt van egy Empty Tomb. Nem, ez még nem az új karakter, ez csak egy új fegyver, a Phaser.
Haló, láda. Na, ott van. Ott jöttek a denevéreink. Ha HP-t bukunk, akkor támadnak a denevérek. És pont ezzel lesz szinergiában amúgy az ehhez tartozó karakter is. HP vesztéssel, max HP-t tudunk majd nyerni. Discord bejelent, hogy működik? Hát, hogyha nem vagy feliratkozó itt a Twitch-en, vagy csatornatag a YouTube-on, vagy nem vagy Nitro boostolója a Discord szervernek, akkor nem látod a legtöbb szobát. Igazából ennyi. A legtöbb olyan szobát, ahova lehet írni. Király amúgy a hangja tényleg ennek az új legyónak. De most így, hogy amúgy, tehát hogy fel vagy iratkozva a Twitch-en, így amúgy látsz mindent. Discord bélet az akkor érdemes, hogyha érdekel, hogyha itt részt akarsz venni a Discordos aktivitásokban, és mondom, nem vagy benne egyik közegben sem, amit az előbb így felsoroltam. Egyik se kell. Mondjuk 20 percet kell, így túléljünk, akkor állokolunk egy karaktert. Kis Mikó, nagyon szépen köszönöm a 80 hónap töretlen támogatásodat. Köszi szépen. Elegenek, srácok, a szövegek. Köszi szépen. Hogy jönnek ott valamivel ezek a kacsák? Na, megjelentek az űrlények. Mi zubalok? Szevasztok, srácok! Ajaj! Hát ez itt nem tudom, mi lehet. A Hello Heart az a Bakó Batiliárnak az Ivoldiához kell. Az attraktorbot meg muszáj vagyok elhozni, mert nem fogom tudni felszedni erről a pályáról a cuccokat.
vége. Jaj, jöhet a Wicked Season. Üdvöd mindenkinek, srácok! Ezek ilyen ufók. Vagy sáskák. Vagy szöcskék. Furák ezek a lények. Jaj, Jézusom, megjött a halál. De már el is ment. Ő csak eddig jött. Tücsök? Ja, amúgy tényleg jól hangja ennek a fegyónak. Nem kell egyik sem. Hagyjatok békén! Na végre, kis XP. Fentát fogunk hozni, srácok. Penta és Penta Evolve. Azt kell nekünk ide. Jézusom, srácok! Hát ezt hogy fogjuk túlélni? Vampire-ről is délelőttök át, szevasztok srácok! Jó, jön a heal! Jó, zsubili! Nagyon kellenének már az evolvok! Benisselünk egyet. Halál mennyi nem? Jó. Ez most itt nem a te napod. Nem tudom, hogy a duplikátor az hat-e rá, megnézzük, jó? Na, evolve volt a phaser. Ez elvileg egy achievement. Phoenix, köszi szépen a 25 hónapos támogatásodat. Köszi szépen. Kidúrjaid. Teljes képernyős, let's go!
Legyen prismatic missile, mit szóltam? Jubili! Hagyjatok békén! Köszi szépen, hogy a Prime adat még mindig rám használod el. Képzeljétek! Énap szembe jött velem egy Twitter bejegyzés, hogy vannak olyan streamerek, akik azt mondják, hogy figyelj már! Éppen a Partner Plus-ra gyűjtök. Nem lehetne, hogy a Prime-ot helyett inkább Tier 1-es nyomsz be? Pam 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 pam. Szóval, ilyet olvastam. Nekem ez mindig fura volt, hogy ha vannak emberek, akik így támogatják a munkásságodat, akkor így azt mondod nekik, hogy jó, de inkább nem lehetne, hogyha mindezt máshogy tennéd. Vannak, akik azt mondják, hogy sokkal jobb lenne, hogyha a Twitch-szel helyett inkább PayPal-on elküldenéd a pénzt. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Jézus, megjelennek a falak. 11. percnél megjelennek a falak, srácok. Oficiális. Pam 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 pam. Amúgy kevesebbet kap. Ez amúgy így van, tehát a streamer kevesebbet kap a Prime-ból, mint egy Tier 1-es feliratkozásból, ez amúgy így van. Ez így van. De ehhez még az is hozzájön, hogy ugye most mindenki a Partner Plus bizonyos programjaiba szeretne benne lenni, és ehhez az kell, hogy minél több ember Tier 1-es feliratkozást, legalább Tier 1-es feliratkozást nyomjon. A Prime-osok meg a giftált számok azok nem számítanak ebbe bele, ebbe a Partner Plus-os dologban. Úgyhogy ez azért van. Csak nem tudom, nekem ez olyan fura, érted? Pam 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 pam. Nem, ezek ugyanolyan streamerek, mint hogy így most így ugyanúgy streamelnek játékokat, ugyanúgy bármit csinálnak, vagy lehet, hogy jazz chattingálnak, szóval, hogy így... Ez nem azon múlik, hogy éppen most ASMR-ról. Már a gift is beleszámít? Na basszus, erről lemaradtam amúgy. Bam, 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 bam. Az azt jelenti, hogy a Twitch-nek kell a pénz. És a Prime miért nem számít bele amúgy akkor már? Tehát, hogy így akkor a Prime-osokat miért kell így izélni? Megkülönböztetni. Tök jó, mert most már bármerre tudok menni, most már nincsen térkép, most már csak az idegenek vannak, srácok. Most már csak az idegenek vannak itt. Nekem meg amúgy most kéne egy láda. Pam 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 pam. Pam 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 p
Nagyon jó amúgy. Kéne nekünk még egy láda. Kéne még evolvolnunk, az a nagy helyzet. Most nagyon durva, most elképesztően durva, srácok! Hol egy láda? Hol vannak a ládák? Hol vagytok? Ki ismeri ezt a mémet? Na. Hol vagytok? Úristen, very big, 58 000. Gyere, tedd a számba! Jaj, hatalmas. Aha, itt is vannak különféle denevérek, azt nézem. De hol vannak a ládák? Hát sehol egy láda. Ez így uncsi. Hát nem lesznek meg az evolve-jaim, srácok. Amúgy 20 percet kell ezen a pályán túlélni. Legalább az meg lesz. Mi, mit csinálsz? Lelősz? Igen. Mindjárt nézem, Scott. Te is ezt akartad linkelni, Girosz? Ez miből van? Milyen megkeresem neked? Ilyen belinkelem. Ez egy nagyjából 3 perces videó, és vannak benne ikonikus pillanatok. Igazi magyar kuriózum. Pam. Giroszos kés, igen. Csávó ilyen nagy izé, kardokkal nyomatja. Mindjárt izé, várom, jó, amúgy, na várjatok. Adok egyszer egy linkelési lehetőséget. Neked, meg Girosznak is. Igen, ez az. Na. Hol vagytok? Ez az. Hol vannak a két menő gyerek? Hol vagytok? Ez az. Hol vagytok? Hol van az a két menő gyerek? A légióban nem ilyen spréket éltem át. A
Pam 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 pam. Én pont a hétvégén néztem meg amúgy ezt a videót, mert hogy így nem láttam egyébként előtte, csak a mémeket. Végre egy láda. Hát persze, pont a pentagram kellett. Ja, most TikTokozik a csávó, és együtt nyomja a párbajokat a nem tudom kivel. Ezt onnan tudom, hogy a legújabb Dancsó videóban benne volt. És együtt nyomja a párbajokat a nyíregyházi csávóval. Hogy is hívják? Nem jut eszembe. Az MC Istivel, igen. Tényleg, igen. A lábamon a cipő Memphis. Srácok, nagyon jönnek rám a kockák, mit csináljak? Elképesztő kocka invázió van. Hát ennyi kockával hogy lehet megbirkózni? Ja, látom, ott egy zöld nyíl, tényleg. Ja, mert megjelent a 18. percnél egy ilyen izé, és akkor oda kell menni, az is egy achievement. Jó, mindjárt ott vagyunk. Ott van. Na, Brave Story, ez a relikvia. Na most még több kocka van, srácok. Még egy fél percig kéne túlélnem. Ezt egyáltalán túl lehet élni? Pam 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 pam. Ram pam 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 pam. Betegségemből adódóan érzékenyen vagyok az erősebb fényekre. Hát sajnos ez a Vampire Survive, ez ilyen durva. Igen. New subscriber arrives. It fills you with determination. Köszi szépen, Topi. Köszi szépen, és köszi, hogy a Prime-odat is rám használtad el, üdvén már a hivatalosan is a feliratkozott vadászok között, azt a rohadt. Na, meg lett a Phaser level 7-es, túléltünk 20 percet, na jó, és evolvoltuk a Phasert. Aha, meg lett, csak még gyorsan nyomtam egy revival-t, hogy ez a 20 perc, az tényleg az 20 perc legyen, mert nehogy a 20 perc egy másodperc, az még éppen nem jó. Szóval, igen, azt nézem, hogy nem tudtuk evolvolni sajnos a Paco Batiliárt, hát ezt amúgy nem hiszem el, na mindegy. Tehát meg lett ez, meg lett a Phaser Evolve, oké. Meg lett a Brave Story. Ja, amúgy ki lehet kapcsolni a mozgó hátteret a beállításokba egyébként. Igen, meg lett az új relik. Igen, és akkor Paco Batiliár, ja, meg még a Phaser level 7-esért is jár ugye az achievement. Igen. Jó. Jó. És akkor a 20... Na, akkor ebben már csak egyetlen egy dolog hiányzik, srácok. Bocsánat, csak közben itt trekkeltem magam mellett a dolgokat. Így van, egyetlen egy dolog hiányzik, az még pedig az, hogy a Paco Batiliárt evolvoljuk.
Utolsó Twitch Prime-od? A hát amúgy mindjárt megnézem, hogy miket lehet kikapcsolni. Damage number, flashing VFX, igen. Sound effekteket lehet. Aha. Screenshake-et is ki lehet kapcsolni. Hoppá, még a pixeles fontokat is. Jó. Na. Tehát akkor most tudunk hozni egy új karaktert, a Space Dude-ot. Mit is mondtatok? Melyik karakter hiányzik nekem amúgy innen? Tehát nekem amúgy a lehető legtöbb karakterem amúgy megvan. De innen hiányzik egy. Jó. Na, szóval itt van ez a Space Dude. Ő azt tudja, hogy phaserrel kezd, és az a képessége, hogy aktiválja az összes fegyvert, ami nála van. Ez a képessége, hogy aktiválja az összes fegyvert bizonyos időközönként. És minél nagyobb a cooldownod, mármint, hogy ugye minél nagyobb a százalék a cooldown statodon, vagy minél nagyobb a mínusz, mit tudom én, tehát hogy minél gyorsabban történnek meg a dolgok, minél jobb a cooldown statod, annál sűrűbben aktiválódik a képessége. Lolos cuccok már nem lesznek a Twitch Prime-ba. Na, hogy? Na és amúgy ott van az újítás, a random level up. Benyomjuk, jó? A random level up, és akkor így nem nekem kell választani. Hú, ez most nagyon pörgős lesz. Sokan lesznek így velem. A Twitch megszüntet néhány ilyen rewardot. Nem újította meg a Twitch a szerződést a Riot-tal, ha minden igaz. Hát, oké. Tehát, hogy kezdődik az egész azzal, hogy a Twitch Prime, tehát, hogy bejelenti a Twitch, hogy a Twitch Prime most már sokkal kevesebbet ér. És akkor most még lolos cuccok sincsenek benne? Na nézzük, mit írt Scott. Azt mondja... Adunk egy új szintet a programba, kiterjesztjük a jutalmakat, igen. Aha, tehát a 100-as partner pluszba a giftek is beleszámítanak. És a 300-asba is beleszámítanak a giftek vajon? Hát nem Twitch Prime a neve, hanem már Prime Gaming, de nekem akkor is ez... Izé marad. Twitch Prime. Mint ahogy a Szél Kálmán tér sem Szél Kálmán tér, hanem Moszkva tér. Ja, és így random... Ó, értem. Hát ez elég szívás. Mert így lehet, hogy nem lesz meg az a bizonyos fegyver. Az Amazon Prime az drága dolog. A Prime Video az, ami 900 forint. Jó, hát innen ki is lépünk. Kérdésük, hogy mikor a nőfelei generáció, akiknek a Szél Kálmán már Szél Kálmán, és nem emlékeznek a Moszkvára. Szerintem már élnek azok az emberek. Sőt, szerintem már vannak, akik nem is ismerték Moszkvának a Moszkva teret. Jó, akkor nem gyorsítok a zenén. Akartam, csak olyan nehéz oda menni kontrollerrel.
Discordon átkötöd a linket, köszi szépen Scott az infót. Na ott van. Tehát ugye nekünk a Paco Bataliar kell Evolve-val. Paco Bataliarhoz kell a Halo Hearts. Jó. Amúgy az amount ehhez a fegyverhez elég vicces. Kéne nekünk nagyon az attraktor. Igazából itt most addig megyünk, ameddig meg nem lesz az evolve, és akkor utána megnézzük a másik karaktert is. Na, amikor ilyen akkor történik meg az, hogy aktiválja az összes fegyverét. 2011-ben nevezték át a Moszkva teret? Kemény amúgy. Szervusz Attila, szevasztok srácok. Olyanok a hangok, mint egy kaszinóban. Tessék, most aztán meg pláne. Aranyláz van srácok, aranyláz. Nem veszünk ki ilyen nyelveket. Ha ez mondjuk pont jól jön. Azok a piros denevérek amúgy velem vannak. Mi van, ha a 20 perces pályára minden chestnek van evolve-ja? Hogy érted? Én találkoztam az előbb egy olyan ládával, amiben egy lila láda volt, és mindegyik evolve volt. Az nagyon menő volt. Ez mi is kell? A könyv kell, srácok. Mert jelenleg a wikin nem találok plusz infót a pályáról, de lehet, hogy evolve itt már az első... Ja, értelek. Lehet amúgy. Lehet, hogy itt már az első ládában is van evolve. De akkor próbálok arra figyelni, hogy ne vegyem fel. Attraktor kellene nekünk nagyon. Ez, hogy elsüti az összes fegyvert, ez amúgy rohadt jó. Fel van tolva, hogy nagyon sok enemy jöjjön. És még így olyan lassan jönnek.
Nagyon jó. Most már tudom majd evolválni. Ezért szeretem a Jubilee-t, mert idehozza ezeket az oszlopokat. Van egy csomó finomság. De most már csak a láda kéne nagyon. Nagyon-nagyon kéne a láda. Benne Evolve, sajnán. Pedig megvan hozzá minden. Az Empty Tombot nem maxolhatjuk ki, mert akkor az első Evolve-unk az nem a... Nem a Paco Batalia-ra lesz. Szerinted én mindig ez a legjobb játék a kategóriájában? Hát, az a helyzet. De lehet, hogy csak az újdonság varázsa mondatja ezt velem, de én a Deep Rock Galactic Survival-t jobban élem, de ebbe viszont sokkal több a tartalom. Jelenleg ebben a stílusban, ebben van a legtöbb content, a leges legtöbb content. De ott van például minőségi game-nek ugye a Brotato is. A Wicked Season az jött. Nyomtam a Soulstorm Survival, de azt még viszonylag a megjelenés elején, és nem játszottam vele eleget. Gémet nem bírod megunni? Jó ez amúgy. Jó ez amúgy. Nagyon kéne nekünk egy láda. Lootos láda. Soul DR sem, mi a helyzet? Az most így hirtelen nincs megszól. Azt küldted? Hogy azt küldtem. Köszi szépen egyébként. Pam 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 pam. Nem akarok rárakni az Empty Tombra, holott amúgy nagyon jó lenne, de evolválni akarok mindenféleképpen. Ez a build például, hogy ha a Pentát triggereli kétszer, az azért elég durva, vagy például a Galaxist triggereli kétszer, az is amúgy nagyon jó.
Hát a Pentát nem merem bevállalni, mert lehet, hogy most ez, itt van a képernyőn egy olyan, akinél ott van egy láda. Igen. El se hiszem. Sikerült. Mazó familiár. Amúgy ezt meg kell nézem, ne haragudjatok. Nem emlékszem, hogy ez mit csinál. Azt mondja, hogy... Ja, a Phaser-t akartuk még megnézni. Na, szóval az Evolution Make the Projectile-t lő ki, és bónusz damage a jelenlegi max HP-m alapján. Tehát minél több a max HP-m, annál több a max seb, tehát annál több a sebzése a mazó familiának. És akkor a Photon Storm pedig kétszer annyi projectile-tól, mint az alapverzió, és ötször és ötször többet, hogyha kritelünk. Az mondjuk elég durva. Már ha jól értettem. Igazából most már ki is léphetünk. Mert igazából amit akartunk, aha, és itt most már ilyen lila denevérek vannak. Igazából amit akartunk, azt sikerült összehozni. Sebződünk, és jönnek a denevéresek. Jó. Szevasz, best. Na, és akkor... Ilyen. Olyan, mint, olyan ez a game, mint egy orspray, vigyázzik el, hogy nehogy rajta maradj. Újra meg vagyunk 204/204, azaz a 100%-os achievementen. Kész van, srácok. Viszont még nem láttuk, hogy milyen a Robert, a Bat Robert. Na hát ő azt tudja, hogy 30%-át a HP-jának visszatölti, hogyha eléri a kritikus HP szintet. Tehát, hogyha 20% alá megy a karakterünk, akkor kap 16 max HP-t, és ez halmozható, ez a 16 max HP 400-ig. Tehát összesen 400-at tud ezzel a passzív képességével összeszedni, és mindemellett 30%-át a HP-jának visszatölti. Ez egyébként nagyon jól szinergizál az alapfegyverrel, mert ugye az meg olyan, hogyha megsebződünk, akkor sűrűbben jönnek a denevérek. Rose de Infernas karakter hiányzik. Na és ahhoz mit kell csinálni egyébként? Miért veszik el tőlem újra és újra a Vampire Survivor 100%-ot? Megint függhetek rá. Hát nekem most ez meglett, ez a 100%-os nagyjából 2 óra alatt. De lehetne ezt nyilván gyorsabban is csinálni. Na hát, én most azt mondom, hogy mehet a random level up, mit szóltok? Ha már van erre lehetőség, akkor hadd szóljon. És ezzel a zenével akarom. Le is lokkolom. Nem tudom, miért nem lehet onnan kijönni kontrollerre normálisan. Nem tudok lemenni. Na. És akkor denevéres. Természetesen csalunk.
mert ezt felvesszük, és akkor így mégse annyira random. És csalunk még egyszer. Mert felveszünk egy könyvet is. Azt is becsaljuk magunknak. Hát egy év alatt tényleg egy csomó mindent lehet bepótolni. Az fix. Kíváncsi vagyok, milyen passzívok közül fog majd választani a karakter. Inverse mód és level 80 kell hozzá a könyvtárba. Aha. Oké, akkor ezt mindjárt összecsaljuk magunknak. Ezután. Ó, nagyon jó, az egyiket meg is kaptuk. Tehát, hogy RNG-be beadta a Halo Heart-ot, ami pont kell a... Pont kell ennek a karakternek. Tudjuk a denevérest fejleszteni. Még ezen a pályán evolvolni, meg így fejleszteni önmagába. Szívás. Viszont kíváncsi vagyok, hogy meddig tudunk menni így, hogy random level up choice van. Na, egy attraktor volt behozott, ez szerencsés. A boss nem tudtuk megölni. Az epikus láda. Az epikus láda meg lett. Na, amúgy ez a plac, ez jól járt. Amúgy most nem maradt meg a zene, amit én kiválasztottam. Hűha! Amúgy ez simán lehet egy challenge, hogy így játsszuk végig a játékot, hogy a gép válasz nekünk. Ez amúgy mondjuk annyiba tudjuk befolyásolni, hogy nyilván benisálni tudunk a menüből. Ahhoz nagyon kéne egy koronám. Ahogy ez a karakter olyan, mint hogyha Batman lenne, nem? Szávasz, Jamal.
Szevasztok, srácok. Wow. Oh, no! Jaj, srácok. A ládám! Á, DLC most nincsen, ez inkább egy frissítés az alapjátékhoz. Egy patch. Na jó, a kis piros figura nem emlékszem, hogy mit csinál. De most az lett meg. Az Among Us-os DLC-ből. Pam. Miért egyesével jönnek a mobok? Inkább bizonytalan vagyok, lehet Google jobban tud benne. Az a helyzet, hogy ezek a DLC-s dolgokra már nem emlékszem. Azt mondom, hogy van egy fegyver a DLC-be, amikor így lerak ilyen kockákat, és a jó sorrendbe kell megnyomni. Hát az amúgy egy kreatív dolog, de most azt így megcsinálni. Ilyen kockánk vannak, és akkor így sorrendbe kell megnyomkodni a kockákat. Jó sorrendben. Ez jó kis DLC-s fegyó. Amúgy annyit tudunk csinálni, lemegyünk kritikus HP-re, úgyis azt kell csinálni. 20% HP-re le kell menjünk. Na most beadta. És most nőtt a max HP-m. És akkor töltődik újra ez a passzív, hogyha fel tudjuk tölteni maxra a HP-mat. Bár nagy valószínűséggel elő fogunk meghalni. Mint hogy én itt HP-t töltsek. Na tessék. Jabán a kis piros fickó. Tök jó, hogy movement speed-et kaptunk. Ebben nem lenne evolve igazából, azért nem akarom felvenni. Még jó, hogy nem vitte el a penta amúgy. Mi a denevérek funkciója, hogyan működnek? Hát néha így előjönnek a denevérek és támadnak. Illetve hogyha megtámadnak engem, akkor szintén előjönnek. És akkor így egy sávba mennek és így támadnak, igazából ennyi. Ezt ugye ez a képesség. Sikerült a max HP-ra felmennünk, hogy egy rezetát. Megpróbálom, hogy a Halo Heart-ot ki tudjuk maxolni, és akkor legalább egy evolve-ot össze tudok hozni ezzel. Szerintem ebben a ládában már van evolve.
Na, 10. perc. Megjöttek a rák urak. Az a gond, mert nem csak a rák urak jöttek meg. Még kettő kellene a háló hátra. Mindjárt kemény lesz, srácok, mert mindjárt jönnek a falak. Megjöttek a falak. Az árkánát nagyon gyorsan fel kell vegyük. Duplázott a heal. Kezd átalakulni amúgy a pálya. Hálóhártot még mindig nem kaptuk meg. Ezek a kis mobok nagyon jól adják az XP-t. Most már fel tudjuk venni a chestet, de még mindig nem maxos a háló árt. Hát mondjuk lehetne belőle evolve igazából. Tehát hogy más már tudnék evolve-olni. Tehát a fézert például. Jó, most várunk egy robbanást a pentától. Lesz a pent a robbanás, és akkor lemegyünk a ládára. Hát ez nem a karakterhez tartozó denevéres. Szerintetek sikerülhet végignyomni ezzel a karakterrel 20 percig? Vagy esélytelen? Ez a pittyegés, ez a Dana Summer I Feel Love, igen. Sikerült
simán. Na mindjárt kiderül. Még akarok egy kandelabradort. Meg aztán még egyet. Mielőtt még az XP az fejlődésünk elvinni ennek a lehetőségét. Yes. Azt amennyi szintet léptünk egyszerre. Ja, jó ez a pálya. Jól megcsinálták. Na még 4 perc, srácok. Még 4 perc. Már csak 3 perc. Egyre több UFO jön. Egyre kevesebb a sebzésünk rájuk. Na megvan a karakterünkhöz tartozó denevéres fejlesztés. Two paths. Olyan, mint hogy a pentára nem estek volna szét a kockák. Ami nagyon jó. Nagyon jól halnak a mobok. Utolsó 1 perc.
az a jobb, arra is van ilyen Ultra-korp-szerűség, amivel össze lehet húzni az XP-t. Úgyhogy mindjárt elindulunk abba az irányba. Ott jobbra egy csomó heal van. És vége. Agyon csaptak. Hát ezért ugye nem járt semmi. De legalább látjátok, hogy a Photon Stormnak milyen durva a sebzése. Hát ezért az járt, hogy megtapasztalhattuk, hogy ez mégis milyen. Most pedig meg fogjuk tapasztalni, hogy milyen az, hogyha behozom a Sigmát. Hát természetesen kiveszük a random level up-ot, és akkor azt mondtátok, hogy inverse inlaid library. Jó, nézzük a zenét. Én ezt a zenét akartam. Csak a level 8 van. Mindjárt kitalálom, hogy mégis mit akarok innen. Ezt akarom. Igen, igen. Mert ugye csak egy fegyverünk lesz, tehát ez jól jön. Arra a duration, kritelés, double a crit damage. Level 80-ig kell elmenni, azt mondtátok. Jó, a... Már... Hát, mit tudom... Reroll! Reroll, van egy csomó rerollunk. Ez már csak ilyen bónusz, hogy megszerezzük azt a karaktert, hogy nem tudom melyik patchbe jött be. De most legalább meg lesz. Sigma az a guard mód, az olyan, mintha beírned a csalást. Ezért nem is nagyon szeretek már vele játszani. Csak az elején gyorsan állokolni akartam, hogy meglegyenek a denevérek. Hogy ugye az új contentet láthassátok mi hamarabb. Most meg azért, hogy gyorsan megszerezzük azt a másik karaktert, és akkor már az is meg lesz. Mert az ugye már nem az 1.9-hez tartozik. Tehát az 1.9-ből én úgy gondolom, hogy megnéztük, hogy mit tud az új karakter, az új karakterek, az új fegyverek, mit tud a reliktia, milyen az új pálya. De ettől függetlenül jó, hogy bent van a játékban. Ha valaki tényleg csak annyit akar, hogy gyorsan 100%-olja a játékot, behozza a Sigmát, azt GG meg easy. Megvan az attraktorbunk most már.
persze. Hát persze. Srácok már csak 50 szint. Tehát, mintha azt mondaná a játék, hogy tessék, itt van a lelki ismeretedre bízunk. Az a jó amúgy, hogy tud az ember választani, hogy most ő hogy akarja. De igazából én azt szeretem, hogyha ad ilyen lehetőséget a játék, hogy te most vagy így akarod, vagy úgy akarod, igazából. Ennek ez a szépsége. Legyen a korona, minél hamarabb legyen meg a 80. Egészen a pálya széléről tudjuk, tehát a teljes képernyőről tudjuk szipolyozni az XP-t, kivéve az átlátszó sávon. Itt most már ugye csak az Evolve segítene, de hát Evolve-unk nem lesz. Előbb lesz meg a 80-as szint, mint hogy tudjak Evolve-olni. Sáncok már csak 30 szint. Csak 20 szint. Úristen, srácok, legendás. Hát... Gyere, Zsubili. GG easy? Hát ez most már GG easy amúgy. Na, srácok, már csak 10 szint. Néha előfordul, hogy szundikál a chat, igen. Azt mondja, hogy legyen Sara Banda. Amúgy meg vagyunk most már. Most már nagyon meg vagyunk. Most már nagyon kész.
Igen, a Loop Hero-t az nagyon szerettem, de nem játszottam végig, de végig akarom majd játszani. Egyszer majd csak. Szokor Rádió, köszi szépen. Köszi szépen az 5 hónapot. Értesítésről jut eszembe, tegnap írtam a stream elementeseknek, hogy még mindig nincsen gift alert. Azt mondták, ha nincs a botjuk a chatemen, akkor nem is lesz gift alert. Mondom, oké. Úgyhogy most már elvileg a botjuk a chatemen van, elvileg lesz gift alert. De nem értem most így. Tehát, hogy így, ezt miért nem tudnánk elsőre mondani. Először azt mondták, hogy jó, akkor nyomtak egy rezetet az accountomra. Jelentsen ez bármit is. Azt nézzétek, milyen vastag. Jó, eddig tartok, srácok. Hát ez nem jött össze. Ez nem jött össze, srácok. Ki írta ezt? Te, Eszter? Te voltál az? Téged kell bannolni? Mindjárt ránézem majd megnézem amúgy. Mármint, hogy mi a neve a karakternek. Valami Rozit mondtatok. Rozi de Infernász. Jól van, jó melózást. Szokva rádió. Rozi. Na, itt van egy kis videó. Hey guys, welcome to... Ez nem Inlaid Library. Nem baj, most már megcsináljuk. Na, elvileg 46-szor kell átmenni az ajtókon. Most már megvan. Na, várjatok, ez melyik pálya? 46-szor kell átmenni az Astral Star pályán. Astral Star. Ez az. Jó, ez jó lesz. Igen, amúgy elkezdünk átmenni az ajtókon.
egy kicsit felturbózom itt a karaktert. Ugye az a gond, hogy nincsen piros sebzésünk. Jó, hát akkor legyünk át az ajtókon. Egy ajtó. És ezt számolni kéne a 46. 2. Most a jó. 3. Ez az ajtó például nem is működik, akkor már többet. Ezt meg lehet csinálni 42-szer. Szkeptikus vagyok. Az PF1. Jó, megvan az Evolve. Elvileg 8. Hogy valószínűleg elszámoltam már magam, igaz? 12.
14. 15. 16 elvileg. 17, ugye most feljöttünk. 8, nem láttam. Hol az átjáró? Itt van fölül elvileg egy átjáró. Ah, itt van. De ez nem működik. Kár volt ezt az Evolve-ot felvenni. Ja, 18. Awesome. 19. 20. Huszonkettő. Huszonhárom. 24. 25 is megvan. 26. 27. 28. 28. Felé már elvileg túl vagyunk. 29. 29. Akkor elvileg ez az. Jó. A 29-et számoltam. De megvan, Rozi. Igazából érte jöttünk. Úgyhogy most már kiléphetünk. Na jól van. Ez ilyen kis bónusz volt, srácok. És ott a Rozi. Increase enemy spawn quantity. Kemény. Ilyen király muzsika.
De be kellett volna nyomni, hogy random jöjjön. Nagyon zsír amúgy ez a muzsika. Majd látom a traktorba, az például majd nagyon kell nekünk. Durva, hogy az Among Us-os karakterekkel jött olyan, aki tud repülni. Hát ez a fegyver ugye úgy működik, hogyha mozgok, akkor annál gyorsabban támad. Azért megyek itt körbe és körbe. Azt nézzétek, mennyi kacsa van a képernyőn. Ez az, hogy ugye megnövelte az enemy quantity-t. A traktorba ez nagyon kell. Köszi a ládikót, köszi. Ujjjj, ezek a csontvázak azért nyomják a damokat. A duplikátor hátra hatással van amúgy erre. Az arra az mindenféleképpen jöhet. Még nagyobb arra. Azon ugye, hogy ez a fegyver már alapból ivol volt fegyver, szóval hogy így ezt már amúgy se tudnám hova húzni. Azért pikkeltem ezeket a passzív itemeket. Ha jól emlékszem persze, lehet, hogy rosszul emlékszem. Kapják a kacsákok.
2,5-szörös area. Na végre. Végre nem jönnek a szörnyek. Épp azt akartam amúgy mondani, hogy olyan fura, hogy ilyen csomó ilyen üres idő van. Amúgy ez a healinges, ez mehet. Ne, erről voltam, basszus. Na, basszus. És ez addig rollal... Addig rollol, ameddig nem mutatja meg az összeset. Amúgy ma is tanultam valamit az árkánák rollolásáról, tehát egy kétszer ugyanazt már nem fogja mutatni. Esély. Ha másra nem is volt hasznos ez, azon kívül, hogy megnéztük, hogy milyen ez az új karakter, az árkánák rerollolásáról is most tanultunk. Legalábbis én biztosan. Mennyi HP jött rá. Megjöttek a gombás urak. Szávasz, Geri. Köszi szépen a 26 hónapos támogatásodat. Eregjenek srácok a szegek Gerinek. Nagyon ott van ez a muzsika. Nincs is jobb, mint egy 2-3 perces töltőképernyő után rájönni, hogy nem is jó helyre mentél.
Jó kis 2-3 perces töltőképpen, az mindig jó. Éppen, hogy elfut a Nightingale. Oh. Na, 11. perc. Na most jó lenne nem elrollolnom. Na. Most jó lesz. Alakul át a pálya. Már nincs egy perc, szerintem srácok, és meg lesz a 100-as szint, és mire ezt végig mondtam, addigra már meg is lett a 100-as szint. Távolabbról kéne gyűjtsük az XP-t, az úgy még jobb lenne, csak az a gond, hogy azzal én már nem tudok mit csinálni. Tehát amit most itt láthatok a következő 7 percben, az, hogy a fuvaló, az milyen, hogyha kimaxoljuk. Stream után legkésőbb a következő stream elejéig intézni fogom a Discord beletet, fájn. Már
Már amúgy olyan a fegyverünk, hogy már kijutok a képernyőről. Hát ugye ennél durvább is tud lenni. Hát az a helyzet egyébként, hogy nagyon sok karakter ellen lehet törni a játékot, főleg, hogyha már megvan a limit break. Limit break-et benyomod, beállítod, hogy mondjuk kevesebb fegyvered legyen, és akkor, hogyha mondjuk egy fegyvered van, mint most nekem, akkor itt érezhető, hogy ez egy más szint. Ez egy teljesen más szint. Na, most tartunk úgy, hogy 2,5 perc van hátra. Vagy, ja nem, 3,5 perc, bocsánat. Igen, az is nagyon menő volt, amikor elosztod azt a kis kutyát vagy lovat, és akkor a virágot, a virág kukizással mentél a pályán, és akkor ilyen ezres szinteket lehetett vele összehozni azon a virágos pályán. Ja, amúgy az is nagyon menő volt. És ugye akkor még a régi motor volt a játék alatt, azt hiszem, és ott nagyon durva akadozások voltak. Ott volt, hogy 10 másodperc kellett ahhoz, hogy 1 másodperc teljen a játékba. Igen. Az még megvan. Micsoda idők voltak azok. Nagyon bántanak a kockák. Nagyon akarják a testem a kockák, de nem úgy megy az. Most már még több kocka akar. Az a szerencs, hogy ők nem robbannak. Jó.
Említetted Soulsmate-et, azt hiszem tegnap ránéztem, és most a történet mesélős végigjátszásokat néztem, majdnem kedvet kaptam a Soulsgame-ekhez, ami nagy szó, mert ez a stílus egyáltalán nem nekem való. Nincs miért. Igazán nincs miért. Na most nagyon jól jön az XP. Ezek a kockák jól hozzák az XP, csak az a gond, hogy mindjárt vége a pályának. Most vége. Igen. Jó, szerencsére a fagyasztás miatt még élünk, de XP ezekért már nem fog jönni. Na, hát vége. Igazából amit akartam, azt meg tudtam nektek mutatni, hogy mégis milyen amúgy ez a Rozi, meg ugye kigrindoltuk. Most mennyi pénze van? 2,5 millió. Hát ez csak elég lesz a következő patchre. És hát kíváncsi vagyok, srácok, hogy a 2.0 az így mit fog hozni. 2.0 már hozni fogja egyébként vajon a cross-save-et? A Steam-es androidos cross-save-et? Nagyon kíváncsi vagyok, srácok, hogy ja meg lehet, hogy már benne lesz az online coop. Mert ugye most is van coop a játékban, viszont most csak lokál coop van, illetve hogyha a Steam-es barátotokkal megosztjátok a képernyőt, akkor tudtok coop-ba játszani, de olyan, hogy én az én mentésemen, te pedig a te mentéseden coopozol, olyan még nincsen, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy tényleg mit durrantanak majd a következő patch-el, mert hát azért mégis a Vampire Survivors 2.0, hát olyan csak egyszer lesz, úgyhogy az biztos, hogy nagyot fog majd szólni. Szerintem idővel majd Xboxra is jön majd ez a cross-save, meg biztos, hogy Switchre is. Az nagyon király lesz majd. Úgyhogy jó voltam úgy belekóstolni ebbe az 1.9-es patchbe. Érdekesek voltak az új karakterek. Nekem, megmondom őszintén, ez a Phaser, meg az Evolve, ez a Photon Storm, ez tetszett, mert jó a hangja, meg tetszik, hogy milyen szép csíkokat húz, és hát ugye van a Summon Knight, azt hiszem, illetve annak az Evolve-ja, az ugye fentről húzza a csíkokat, az a Summon Knight együtt a Photon Storm-mal, ami meg vertikálisan nyomja a csíkokat, horizontális plusz vertikális, hát az igazán ilyen képernyő tisztogató. Azzal a két fegyverrel tényleg képernyő tisztogató bildeket lehet összehozni. Hát ez a relik, meg ez azoknak van, akik így, hogy is mondjam, még több kihívást akarnak a játéktól, benyomják itt ezt, hogy random level up, és akkor ugye a játék fejlesz neki automatikusan minden egyes szintlépésnél. Érdekes. Úgyhogy ez lett volna, srácok, az 1.9-es patch mustra, egy kis extrával, ugye még kiszedtük a Rozit is, várom a következő nagyobb kontentet, és akkor újra nyomjuk a vámpírost, remélem élveztétek.